A fái úti ovi sok már izgatottan várták a farsangot. Ez nem csoda, hiszen egy nagy mulatsággal készültek erre az alkalomra. 2014. február 28-án az ifjúsági házban került megrendezésre a fái úti ovi sok farsangi ünnepsége. Alkalomhoz illően a programot a gyerekek nyitották meg egy farsangi verssel. Tavasz köszöntő pápai Ildikó verse! Februárban farsang felé elkergetjük a telet, bár szép volt a nagy karácsony, fáztunk éppen eleget, kérünk egy kis meleget, jelmezt töltünk sipardobban, lármázunk egy keveset, hogy a hosszú szürke álom érjen véget, ha lehet, és ne hozzon több hideget. Így várjuk a langyos tavaszt, számláljunk a perceket, reggel este, napról napra, a kedvünk is kedvesebb, ha az égból derül sem. A rendezvény háziasszonya Hajdúné Oravszki Andrea volt, aki köszöntötte a vendégsereget, illetve megemlékezett a farsangról is. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a fái úti óvoda a farsangi ünnepségén. A farsang a télűző hagyományok egyike, amikor jelmezbe bújva, a hangunkat jól keresztve megpróbáljuk elijeszteni a telet, és köszöntjük a mindig mosolygós virágillatú tavaszt. Hetek óta nagy izgalommal készültünk erre a napra, kívánjuk, hogy ma délután a vidámság, a zene és a tánc töltse be a termet. Hálás szívvel köszönjük mindenkinek az önzetlen segítséget és támogatást, köszönjük a szülőknek a sok szép, különleges jelmezt, a finom süteményeket, azt a szeretetteljes munkát, amivel hozzájárultak farsangunk sikeres lebonyolításához. Közreműködésükkel az Együtt a gyermekei mosolyáért alapítvány támogatták. Első produkcióként a Tücsök kisasszony című mesejátékot tekinthették meg a résztvevők a báb és dramatikus munkaközösség előadásában. Most ez következik. Jaj, de hosszú volt ez a tél! Minden lábam elgémberedett, úgy várom már a tavaszt. De egy picikét már kisütött a napocska, láttátok gyerekek? Ti is várjátok a tavaszt? Igen. Tudjátok, hogy én miért várom? Igen. Azért várom, mert nagyon szeretem a virágok illatát, de nem csak ezért várom, azért is várom, mert szeretnék végre férhez menni. De nem jár erre senki, hogy engem feleségül vegyen, biztosan azért, mert még nem is takarítottam ki. Gyorsan összesepregetek. Rajtala, rajtala, rajtala. Találtam egy ezüst karast. Mit vegyek ebből? Veszek csokoládét? Nem veszek csokoládét, nem. Veszek fagyit. Nem veszek fagyit, hát még hideg van. Mit vegyek? Még a boltig kigondolom. Jó napot, boltos kisasszony! Szép jó napot, Tücsök kisasszony! Mi áradban, mi felénk? Képzeljen, találtam egy ezüst karast. Hogy maga milyen szerencsés, és mondja, mit szeretne belőle vásárolni? Még magam sem tudom. Tudna valami nekem valót ajánlani? Mindenképpen. A maga szépségéhez nagyon hamar fogunk találni valamit. Jövök kis és nyugodtan. Hát először is úgy gondolnám, hogy ez a piros kendő éppen megfelelne a gyönyörű, szép szájszínéhez. Nos? Hát ez gyönyörű, de én nem erre gondoltam. Jó, hát akkor nézzük mást.
és mit szólna ehhez a meseszép karkötőhöz, ami nyakétként is hordható. Gyönyörű. Nézze. Valóban gyönyörű. Na többi lábamra mit teszek? Nem ilyenre gondoltam. Semmi probléma, tovább keresél. Magának tücsök is az, hogy minden. Mit szólna ez a keszkenőhöz? Ezért biztosan a férfiak azonnal ön után szaladnának. Nem, ez sem az igazi. Ez sem? Hát tücsök kisasszony, ez lesz az. Képzelje, ez az én kedvenc színem is. Próbálja ezt meg. Mire belekötöm a nyakába, egy kicsit hátul megkötöm önnek. Nézze meg a tükörben. Na hát, ezt éppen magának találták ki. Na hát, ez volt nekem való. Én is úgy gondolom. Itt van az ára. Köszönöm szépen, tücsök kisasszony. Én is köszönöm. Várom máskor is szeretettel. Viszontlátásra. Jaj, hát ez gyönyörű ez a piros szalag. Ide kiülök a ház elé. Hát, ha jön valaki, aki végre feleségül kér. Keslét vagy te, kücsök kisasszony! Legyél a párom, 101. feleségem! Jó, nem bánom, de... Először énekelj valami szépet. Na, ide figyelj! Múú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 ú
Nem tudod te, mi a szép. Nem is kell ezt nekem. Hazamegyek a 100 tehenemhez az istálóba. Egy szépséges tücsök, kisasszony.
Megyek feleségül, kérem. Szépséges tücsök kisasszonyka, leszel a feleségem? Leszek bizony, de előbb énekelj nekem valami szépet. Hát azt a legkönnyebb tudva levő, hogy én ébresztem a napot, és ebből kifolyólag nekem van a világon a legszebb hangom. Ezt figyel, tücsök kisasszonyka. Kukuriku! Kukuriku! Fúj! Ez ronda! Ronda? Ronda biztos! Ilyet mondani nekem! Na hát ez bosszantó, megyek a tyúkjaimhoz is. Menjél! Jaj, de szép vagy, tücsök kisasszony! Hozzám jössz-e, feleségül? Hozzád megyek. De előbb énekelj valami szépet. Ó, mi sem egyszerűbb ennél. Fúj, de ronda hangod van, hord el innen magad. Tudd meg magad, hogy nem vagy szép és csúnya a piros szalagolhás! Már majdnem olyan szép, mint én vagyok. Én fekete bundám, megpróbálom. Miau! Jó napot, tücsök asszony, úgy hallottam. Kisasszony, úgy hallottam, férjhez akarsz menni. Leszel-e a feleségem? Jó, leszek, de előbb énekelj valami szépet. Miau, miau, miau! Ez neked szép? Szép. Ez ronda! Nem vagy te olyan szép, amilyennek gondolod magad. Jaj, de szép vagy, tücsök kisasszony! Ezek a gyönyörű ugró lábak, ezek a gyönyörű csápok. De ami a legjobban tetszik rajtad, ez a gyönyörű szép piros szalag. Akarsz-e a feleségem lenni? Tudd meg, Egérke, gyönyörű hangod van. Nagyon szépen köszönöm, de a tiéd. Bizony, leszek a feleséged. Hát akkor ma tartsuk meg a lakodalmat. De előbb főzzük meg a lakodalmi ebédet. Gyere! Igazodban. Tudod mit, Egérke? Na mi? Te kavargasd ezt a kis leves, én elmegyek a boltba, és hozok egy cukros kalácsot. Rendben, addig én nem bízhatod, nyugodtan. Jó, csak. Vigyázz rá! Keverem, kavarom, keverem, kavarom. Jó napot, boltos kisasszony! Drága tücsök kisasszony, ma már másodjára. Tudja, hogy örülök magának. Vásárban, oly kevés a vásárban. De meséljen, hogy újra itt nálam. Képzelje, férhez megyek! Már is! Bizony, hogy maga milyen szerencsés. És ki lesz a párja, ki lesz a férje? Hát az Egérke. Az Egérke? Bizony. Hát akkor róla is tekésem. No nem baj, én örülök azért a maga boldogságának. És hogy elszolgálhatok? Hát, éppen most főzzük a vőlegényemben a lakodalmi levest, de egy cukros kalácsot szeretném.
bizony. Maga valóban nagyon szerencsés, Tücsök kiszasszony, de képzelje, éppen most sütöttem egy jó kora cukros kalácsot. Mutassa! Már is. Ez gyönyörű! Parancsoljon! Megfelel? Csodálatos! Örülök neki, tudja mi? Fogadja nász ajándékat! Köszönjük szépen, de tudja mi? Jöjjön el a lakodalmunkba, várjuk szeretettel! Mindenképpen ott leszek, hát ha nekem is akad majd egy vőlegény. Viszontlátásra! Egérke! Egérke, nézd, milyen gyönyörű kalácsot! Hol vagy, Egérke? Beleesett a vőlegényem a levesbe! A mese után a Fáji úti óvis csoportok külön-külön felvonultak jelmezekben a színpadra, és előadták saját műsoraikat. Thank you.
Pancsi bohóc, régen László verse. Hiszen hopp, itt vagyok, szamát fület mutatok. Hopla hopp, táncolok, ugye milyen szép vagyok. Orrom medve, fülem hallja, aki itt van, hangom hallja. Jancsi bohóc az én nevem, aki sír, az Thank you.
produkciók után pedig táncház szórakoztatta az egybegyűlteket, majd az esemény zárásaként következett a tombola sorsolás, amit már mindenki nagyon várt, bízva a nyerési esélyekben. Az ovisok igencsak kitettek magukért a farsangot illetően, jobbnál jobb és szebbnél szebb jelmezekbe bújtak az ünnep kedvéért, és a produkciók sem hagytak kivetni valót maguk után, legyen szó az Újtelepúti, Petőfi úti és a Fáji úti ovisokról egyaránt. Reméljük megtartják jó szokásukat a gyerekek, és a továbbiakban is ilyen sikeresen űzik el a telet, mint idén februárban.